Itt van velem a stúdióban a mai első vendégünk, Márton Ferenc állatorvos. Szia, üdvözöllek! Hogy bírod a meleget? Te sokat vagy kint. Szervusz, köszönöm szépen, egyelőre még próbálkozom még tartod kitartani, magad. Igen. Na, de hát konkrétan mindenkire kijött ez a meleg, és főleg az a szörnyű, hogy bejelentették ugye, hogy ez még semmi, mert még csak most jön a java. Tehát egy igazi kánikulás hétvége elé nézünk, meg egy elkövetkező pár napnak. Mindenféleképpen beszéljünk el a háziállatokról, mert konkrétan ez a meleg már, ha mondd, hogy jó mondom-e, ez már majdnem, hogy felülír egy csomó szabályt. Ez már extrém. Teljesen így van, tehát ez a mi éghajlatunkon azért nem egy megszokott hőmérséklet tartomány, de sajnos attól tartok, hogy majd lassacskán hozzá kell szoknunk, mert nagyon ilyen irányba változik a basszus világ. De hát ugye ilyenkor a körülöttünk lévő állatok is fokozott odafigyelést igényelnek. Na most ez nagyon egy tág történet, mi most tényleg szűken csak a házi állatokról, ugye most azon belül is gondolok itt macska, kutya, ugye erre térjünk rá. Hát nyilván az első dolog az a víz. Na most itt vannak valami trükkök, sűrűbben kell cserélni, mindig legyen hideg, nem tudom, van külön valami turpisság ilyenkor? Gyakorlatilag ugye nagyon fontos, hogy amennyire a körülmények engedik, próbáljunk friss vizet biztosítani a házi állataink számára, de ezt akár a kóbor állatok számára, vagy a madarak számára is megtehetjük, ez mind nagyon hasznos ebben az időszakban. Hát a víz hőmérsékletet legyen minél hűvösebb. Akár még mondjuk jégkockával is frissíthetjük, hogyha ilyen extrém 40 fokos hőségek vannak. Ugye az a pár liter víz az rettenetesen gyorsan átmelegszik. Így van, az akár forró is tud lenni igazából, akár, ennyire melegben. Igen. Szóval az nem túl jó. Na és akkor vannak itt még érdekes dolgok. Mondjuk az eszembe sütöm most, hogy beszélgetünk, mondjuk a kaja az mindegy, az ugyanaz. Hát valószínű, hogy ugye ilyenkor az állatok étvágya az kevésbé lesz intenzív, tehát sokkal kevesebb táplálékot szoktak fogyasztani. Ez néha a gazdikat azért meg is ijeszti, hogy úristen, nem evett a bodri, mit csináljak. Nyilván ilyenkor egy picit várni kell, és hát valahogy úgy időzíteni ezeket az etetéseket, hogy lehetőleg a hűvösebb órákba történjen. Abszolút, meg. Abszolút logikus végül is, amit mondasz. És akkor térjünk rá egy nagyon érdekes dologra, ez pedig az, hogy vannak hosszú szőrű kutyák, rövid szőrű kutyák, mindegyiknek megvan a saját különlegessége. Kezdjük a hosszú szőrrel, vegyünk például egy pulit. A pulit, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy le kell nyírni a pulit, mert ő neki melege van. Akkor olyat is lehet hallani, hogy nem, a puli úgy van tervezve, vagy ő neki az jó úgy, ahogy van. De megint csak az van, hogy az extrém idő megint egy picit átírja. Most hol itt az általános igazság ebben az egész történetben? Hát igazából ez egy ilyen picikét ilyen hitbeli kérdés is. Aha. Véleményem szerint, tehát hogyha lerövidítjük egy picit a szőrzetét, tehát nem bőrig, de azért úgy, hogy a picit a levegő jobban át tudja járni, akkor mindenféleképpen jót teszünk az állattal. Ezt a nagy meleget hát nem a puli számára találták ki, tehát ő valóban egy pusztai kutya eredetileg, de itt azért ez már túlmegy azon a határon. Tehát akkor azt mondod, hogy azért picit meg lehet nyírni, de teljesen igazából sose jó, de azért teljesen nem, sose kell megnyírni. Tehát gyakorlatilag ilyen kopaszra nyírt kutyánál ugye beleszaladunk egy másik problémába, tehát hogy itt a ugye napsütés miatt, ahogy nálunk embereknél is kialakulhat egy leégés, ebből egy bőrgyulladás, valamilyen bőrfertőzés, tehát semmiféleképpen hát az nem már ajánlott, hogy teljesen kopaszra megnyírjunk egy kutyát. Tehát ezt mi is csak akkor szoktuk csinálni, hogyha valamilyen sebet le kell kezelni, vagy tehát egészségügyi okokból. És ilyen esetek vannak? Tehát beadnak egy kutyát, hogy leégett a kutya? Nagy ritkán, igen, elő szokott fordulni. És ugye ritka az olyan kutya, akinek teljesen kitett a bőrfelülete, tehát ez inkább az orron szokott előfordulni, tehát ott jelentkeznek ilyen gyulladások, színváltozások, ilyesmivel szoktunk. Jó, szóval találkozni. Ezt is érdemes figyelni ezek szerint akkor. De mondjuk egy tipikus, én mondjuk erre nem is gondoltam, hogy a kutya orra leéghet, de akkor ezek szerint leéghet. Igen. Abszolút. Tehát lehet használni különböző emberek által is használt napvédő krémeket. Ez komoly?
Igen, itt csak arra kell odafigyelni, hogy ugye az adott állat az lehet bizonyos összetevőre allergiás, ahogy, uh-huh. ahogy adott ember is. Tehát mindenféleképpen először egy pici mennyiséggel érdemes megpróbálkozni, és hogyha ez gond nélkül működik a kutyuson, akkor vagy akár cicán, uh-huh. vagy a cica tulajdonosokról se feledkezzünk meg, akkor lehet a továbbiakban is ezt használni. Van egy ilyen sztori, amit most elmondasz, hogy ez jogos-e. Extrém dolog, a mi tekintetünkben extrém dolog, kettő fajt hoznék példának, ez pedig a malamut és a husky, akik tipikusan a mi fejünkben úgy van meg, hogy ők kint vannak valahol a hóba, és ott érzik jó magukat. Na most hallottam ilyen sztorikat, hogy vannak emberek, akik vesznek direkt egy használt hűtőszekrényt, az bekapcsolják, vágnak rajta egy pici lukat, és nyáron abba él a kutya. ez egy reális dolog, mert ez a legnagyobb marhasság, amit hallottál valaha. Hát szerintem ez egy kicsit azért extrém történet. Igazából nem is annyira a szőrzet vastagságánál húznám meg ezt a határt, vagy illetve határolnám körül ezt a problémát, hanem vannak ezek az úgynevezett brahicepa rövid orrú kutyafajták. Igen. Tehát gondolok itt mops, francia bulldog, egyéb bulldogok. Tehát ugye a kutyusok a hőt azt tulajdonképpen lihegéssel tudják leghatékonyabban leadni. Ugye itt az orr üregnek a felülete az meghatározó, hogy mekkora felületen tud a kutya párologtatni. Tehát ők izzadni ilyen klasszikus emberi értelemben nem tudnak, csak nagyon kevés izzadságmirigyük van, az is főleg a talpárnán. Ugye ezeknél a rövidorrú fajtáknál ráadásul ez a elpárologtató felület, ez körülbelül tized része, mondjuk egy labrádorhoz hasonlítva. Valóban ennyire drasztikus? Igen. Tehát ők képviselik a legnagyobb rizikócsoportot ilyen hőguta, illetve hőtorulás tekintetében. Érdekes, szóval akkor azt akarod mondani, hogy mi egyszerű emberek, akik nem mentünk ennyire bele, mi rosszul gondoljuk, de akkor a konkrétan a francia bulldogra jobban oda kell figyelni, mondjuk, mint egy malamutra. Igen. Ez jön ki az egész történetben. Igen. Ez hihetetlen meglepő. Na, ilyen érdekességekkel folytatjuk, meg még a veszélyekre is kitérünk vendégünkkel, Márton Ferenccel egy rövid zene után. Folytatjuk a beszélgetést Márton Ferenc állatorvossal, ugyanis kánikulát jelentettek be, és sokkal súlyosabb hőmérsékletek lesznek az elkövetkező napokban, mint amiket megszokhattunk, úgyhogy nagyon oda kell figyelni a háziállatokra. Folytatjuk a beszélgetést, már eddig is sok érdekesség és sok újdonság derült ki a számunkra. Kezdjük azzal, hogy túlmelegedés vagy hőgotta. Na, ilyenkor mit lát a gazd, és mit kell csinálni? Hát ugye az emlős állatoknak, így a kutyáknak, a macskáknak is, nem a normál esetben nem a környezet határozza meg a testhőmérsékletét, hanem van egy belső szabályozás, ami tart egy adott hőmérsékletet. Nálunk embereknél ez 37 fok, kutyusoknál ez picit magasabb, tehát akár kisebb testű fajtáknál 38,5 fokig is elmehet. De ami e fölött következik, az ugye ma beszélünk ilyenről, hogy láz, ugye az egy szervezeti reakció, illetve hogyha a szervezet nem tud elég hőt leadni lihegéssel, vagy izzadással, vagy egyéb módon, akkor egy úgynevezett hőtolulás fordul elő, ez és ez a testhőmérséklet elkezd szépen fölfelé növekedni. Aha. Na most itt körülbelül, amikor a 40, tehát ilyen 39,5-40 fokot eléri kutyánál, macskánál, akkor egy ilyen bizonytalan járás, szédelgés, étvágytalanság, kedvetlenség fog föllépni, és akkor ez később ugye ezek a tünetek, ezek súlyosbodnak, egészen odáig, hogy egy elfekvés, egy ilyen gyakorlatilag kómás állapot áll be, tehát ez általában, amikor már 41 Celsius fokot, vagy 41 Celsius fok környékét eléri ez a testhőmérséklet, akkor ez már átcsap egy úgynevezett hőgutába, tehát ami ugye a neve is mondja, egy eszméletvesztéses állapotba. Ugye ez nem csak az eszméletvesztés miatt veszélyes, hanem ugye ezen a magas hőmérsékleten már a szervezetnek bizonyos fehérjéi, azok elkezdhetnek kicsapódni, tehát ahogy látunk egy ilyen tojásfehérjét úgy beleesni a serpenyőbe, és akkor az ott ugye kicsapódik, tehát ugyanúgy a szervezet fehérje is a magas hő hatására bizonyosak már ki tudnak csapódni, és akkor ez hát különböző működésbeli problémákat okozhat.
Igen. Ja, bocsánat, hát egészen odáig ugye extrém esetben sajnos ugye az állat pusztulását is okozhatja. Igen, ez és az, amit mondott, hogy egyfolytában csak rosszabb, de ez egy nagyon-nagyon nagy hiba ezek szerint, hogy nem baj, kibírja ezt a délután, mindjárt lehűl este a levegő, majd akkor jobban lesz. Hát, hogyha van lehetőség egy testhőmérsékletet mérni, akkor az mindenféleképpen javasolt. Mondjuk egy ilyen optimális határ, az egy ilyen 38,5 fok. Ha a fölött van, akkor baj van. Akkor már azért el kell gondolkozni azon, hogy mit csináljunk. Ugye itt akár lehet egy ilyen langyos vizes lefürdetés, egy vizes törölköző, egy hűvösebb ivóvíznek a biztosítás. Ugye most attól függ, hogyha ez intenzív napsütésben van, akkor nyilván az állatot minél előbb el kell távolítani valamilyen árnyékos helyre. De hát, hogy ezek azok a dolgok, amiket mi tudunk csinálni. Ezek az alap dolgok, igen, amit egy gazd is meg tud csinálni. Viszont, hogyha már azt látjuk, hogy a kutya fekszik, akkor viszont ott már lassan rá fog törni a pánik, akkor az már állatorvos történet. Hát igen, tehát ugye egy első segélyt az szerintem a gazdinak is azért illik tudni, tehát egy ilyen inkább hűvösebb, langyosabb vízzel, akkor tehát ne mondtál, extrém ugye? Hideg aha. vízzel, akár egy fürdetés, lezuhanyoztatás szóba jöhet, tehát azért sokat tud segíteni, akár az állat combjai közé egy ilyen hidegvizes palackot, hogyha beteszünk, egy hidegvizes törölközővel áttöröljük, vagy ezzel leterítjük, ez azért első segély szinten tud segíteni. Nyilván, hogyha már ez annyira komoly állapot, akkor itt egy orvosi beavatkozásra is majd szükség lesz, amilyen infúziók és egyéb tekintetben. Nagyon súlyos dolgok, meg aztán van még egy olyan dolog is, hogy mondtad, hogy előfordult már az, hogy olyan égési sérüléssel jönnek be az állatok, hogy kiviszik sétáltatni a forró betonra, és hogy ez képes égési sérülést. Jó értettem? Igen, ez a talpárnákon képes komoly sérüléseket okozni. Tehát egy ilyen általános, mondjuk egy ilyen ökölszabály, hogy ha ilyen napsütéses időben sétáltatni szeretnénk egy állatot, kutyát alap esetben, akkor ugye próbáljuk megtapintani azt a felületet, amire ez a kutyus rá fog lépni. Tehát, hogyha ez a kezünknek is forró, akkor nyilván, hogy az ő lábainak is ez sok lesz. Hát, ha nagyon muszáj ezt véghez vinnünk, ezt a műveletet, akkor ugye léteznek ilyen különböző kutyacipők. Tehát ez kutyacsizmák, igen, vagy cipők. Igen, igen, ezek már így azért elérhetőek nálunk is. Tehát ilyenkor ajánlott, hogy ezt vegyék igénybe a gazdik. Hát akkor alapvetően ugye friss víz, legyen hideg, ne ijedjünk meg, ha nem eszik annyit a kutya, nagyon figyeljünk oda a különböző dolgokra. Hát igen, most eszembe jut, hogy van még egy dolog, ez nagyon kellemetlen tud lenni, azért arra is figyeljünk oda, hogy ne ragadjon össze az a szőr, mert az alatt azért ott történhetnek ronda dolgok. Na most nem kell belemenni nagyon mélyen, de... Igen, de azért... sajnos ilyenkor ugye a különböző, ez az összeragadt szőr alatt szoktak kialakulni ilyen enyhébb bőrgyulladások, ugye ezt a portyázó legyek, azok egyből kifigyelik. Úgyhogy és akkor hát egy ilyen négy lárva fertőzöttség, ami az egy elég csúnya dolog, tehát idáig is eljuthat a történet. Tehát oda kell figyelni azért oda kell napi figyelni. Szinten. Még egy utolsó kérdés, ami pedig láttam Magyarországi Kutya hotelekben, hogy nagyon divat, hogy ha van rá lehetőségünk, akkor alakítsunk ki egy kis fürdő területet a kutyának, hogyha van rá lehetőségünk. Ezek szerint akkor ez nem rossz ilyenkor. Nem. Tehát gyakorlatilag korlátozott helyekre, de itt ugye Szerbiában is el tudjuk vinni a kutyát akár folyópartokra fürdeni, vagy tehát egy otthoni medencében is meg lehet fürdeni. Ugye arra, tehát vadvizeken arra kell odafigyelni, hogy mondjuk olyan vízbe engedjük be a kutyát, amiben esetleg mi is belemennénk, mert hát ugye ő is összeszedhet különféle fertőzéseket. Vagy amikor hazajön és a simogatás vagy a puszilgatás kerül sorra, akkor ugye így könnyen a gazdi is képbe kerülhet ezekkel. Igen. Na, úgyhogy akkor itt vagy még egy újdonság kiderült, tehát hogyha van kedvünk, akkor még úsztatni is vihetjük a kutyát, mert ugyanígy igazából konkrétan ugyanúgy vigyázni kell rájuk, és mint hogy mi vigyázunk saját magunkra, ez a lényeg. Igen, és még egy nagyon-nagyon fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet.
tehát ne hagyjunk kutyust autóban, főleg ne a napon. Igen. Tehát azért ilyen időjárásban, de egyébként tehát akár tavasszal is egy autónak a beltere az rettenetesen gyorsan át tud melegedni. Tehát egy ilyen napsütésben akár 70 fok is lehet a kocsiban. Igen. Ami nagyon gyorsan sajnos az állatnak a pusztulásához vezet. Tehát erre mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ez egy nagyon veszélyes, és hát nem is egy túlzottan jó dolog. Ez egy kritikus történet. Jó, hát Márton Ferenc állatorvos volt itt velünk, köszi szépen, hogy jöttél, és elmondta neked. Köszönöm a lehetőséget. Kulcsfontosságú dolgokat, további szép napot, köszi, hogy voltál. Viszont.